Orbán Viktor miniszterelnök Egri látogatásán találkozott Nyitrai Zsolt Egeris térsége országgyűlési képviselőjével, valamint Habis László polgármesterrel. A találkozón a miniszterelnök biztosította az egrieket, a kormány és az ő személyes támogatásáról, emelte ki Nyitrai Zsolt a polgármesterrel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatóján. Mint ismert, kedden megegyezés született egy a várost elkerülő út megépítéséről, melynek kivitelezése az M25-ös út befejezése után kezdődhet el. További fejlesztésekről is határoztak, számolt be róla a honatja. Az egri vár, az kap egy panorámaliftet, és ilyen módon az itt élők és az ide látogatók még jobban meg tudják közelíteni majd a várat, hiszen ez egy az idősebbek, vagy azok, akik mozgáskorlátozottak vagyok, vagy azok, akik gyorsabban akarnak feljutni a várba, és egy szép belvárosi panorámát akarnak közben látni, megtehetik. A harmadik pont pedig Eger termálvíz kapacitásának az optimalizálását jelentene, annak az új kútnak a bekötésével, amelyet a tavalyi évben hozott létre Eger városa. Habis László polgármester kiemelte, ezek a tervek nagymértékben elősegítik Eger modernizációját. A másik két téma olyan, amelyik a város idegenforgalmi attraktivitását erősíti, hiszen a történelmi belváros és a vár közötti közvetlen kapcsolat egyrészt egy új attrakciót jelent, másrészt ismert, hogy maga a vár a leglátogatottabb vidéki múzeum. A termálfürdőnket pedig éves szinten 280 ezer látogató keresi fel, és ehhez járul a környező szállodákból közel 100 ezer fős további vendégforgalom. A polgármester kiemelte, az új kút a biztonságos vízellátást szolgálja majd, ezáltal további fejlesztésekre is lehetőség nyílik.